Köszöntöm nézőinket, lássuk, miről lesz szó a mai napszemlében. Létrejöhet az Erdélyi Nemzeti Kerekasztal. Több párt és szervezet jelezte már, hogy részt vesz a munkálatokban. Téglajegyek segítségével gyűjtenek adományokat a Botvára kápolna felújítására. A Búza meséje című kiállítást nyitották meg, valamint a Meselélek című könyvet mutatták be. Az erdélyi magyar ifjak az EMI táborba hívott minden erdélyi magyar politikai pártot, civil szervezetet és mindenkit, aki hisz a nemzet megmaradásában és fejlődésében, hogy közösen hozzák létre az Erdélyi Nemzeti Kerekasztalt. Több szervezet és politikai párt jelezte már, hogy jelen lesz és részt vesz a munkálatokban. Egy asztalhoz ültetné és összefogásra késztetné az erdélyi magyar nemzetpolitikában érdekelt összes szervezetet az erdélyi magyar ifjak. Az augusztusi EMI táborba hívják a pártok és civil szervezetek képviselőit, és itt fektetnék le az alapjait egy nemzeti minimumnak, amelyet minden érintett magára kötelezőnek kell tekintsen. Több meghívott pozitívan jelzett vissza eddig. Szerencsére a felhívásunkra már érkeztek válaszok. A Magyar Polgári Párt közleményt adott ki, hogy csatlakozni fog ehhez. Az Erdélyi Magyar Néppárttól szóbeli megerősítést kapnak, majd ők is csatlakoznak, majd a Minta szervezete is jelezte, hogy jönni fognak. Az SZNT elnöke Zsák Balázs is azt mondta, hogy jelen lesz, úgyhogy reményeink szerint tényleg összeáll ez az Erdélyi Nemzeti Kerekasztal, és végre el tudunk kezdeni közösen dolgozni egy nemzeti minimumon, és egy olyan folyamaton, ami egyesíti majd az erdélyi magyarságot. Vannak azonban, akik nem jeleztek vissza mindeddig, rájuk is számítanak. Továbbra is várjuk a még nem jelentkezett szervezeteket, hogy jöjjenek el. Nem is kell nálunk igazából előre bejelentkezzenek, csak jelenjenek meg és erősítsék az egységünket. Remélem, hogy ebből majd senki nem szeretne kiszakadni, mert ez az egyetlen megoldás arra, hogy Romániába érvényesíteni tudjuk a magyar jogokat. A helyzet az, hogy az nem elégséges, hogy csak egy hang hallatja magát. Itt mindenkire szükség van, pártokra, civil szervezetekre, magánemberekre. Mindannyiunk közös összefogása lesz a mencsvárunk nekünk a román állammal szemben. Nagyon szeretnénk azt, hogy azok a magánemberek is, akik nem egy szervezet kötelékébe dolgoznak, de szeretnének tenni közös ügyeinkért, eljönnének és véleményükkel gazdagítanák ezt a nemzeti kerekasztalt, és tényleg segítenének a minimum kidolgozásába. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez egy népakarat legyen, és ne csak egy szervezetnek vagy két szervezetnek a saját játékszere, hogy mindenki megkapja a szót, mindenki hallathassa a hangját, és közös akarattal vigyük végbe azt, amit szeretnénk. A beszélgetést augusztus 11-én 15 órára tervezik az EMI táborban a 4-es kilométernél. 16 ezer online aláírás gyűlt össze eddig a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezéshez, számolt be Izsák Balázs a kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács elnöke. Elmondása szerint eddig a nemzetirégiók.eu honlapon 16 ezer online aláírásnál tartanak, ebből 501 nap alatt gyűlt össze tusványoson. A papíron levőket még nem adták össze. Izsák Balázs szerint az EB az 1 millió aláírás dacára is lesöpörheti a kérdést az asztaláról, viszont a kezdeményezéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy Székelyföld önálló régió legyen. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése azt rögzítené, hogy az elszakított nemzeti régiók fejlesztését egyenlő feltételekkel közvetlenül is támogassa az Európai Unió, kiemelt figyelmet fordítva identitásuk megőrzésére. 2020. május 7-éig 1 millió támogató aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a javaslattal. Téglajegyek segítségével gyűjtenek adományokat a Botvára kápolna felújítására. Már több mint 100-an vásároltak 50 lei értékű téglajegyet, s a továbbiakban is bárki hozzájárulhat így módon a történelmünk részét képező kápolna felújításához. Mint arról korábban beszámoltunk, fémlemezzel burkolták be a Botvára kápolnát. Magánszemély végeztette el a munkálatot saját költségére, hogy megakadályozza az épület tovább rongálódását. Bár nem szakszerű az eljárás, a cél nemes és sokak figyelmét irányította a kápolnára, mely egyébként a munkás Szent József plébániához tartozik, és tervezik a teljes körű felújítását.
Ennek elindítása érdekében most gyűjtés indult. Bajkó László tanácsos kezdeményezésére téglajegyet vásárolhat, aki segíteni szeretne. Ez a gyűjtés hát minden további nélkül a Botvára kápolna megújítására, felújítására szolgál. Önkormányzati képviselőként többen fordultak hozzám azzal a problémával, hogy a Botvára kápolna egy elég rossz állapotban van, és ezen kívül egy nem célszerű, nem szakszerű beavatkozás történt a fala megvédésére, tehát úgymond a Botvára kápolnának az oldalainak a megvédésére. Ezt kitettük a közösség próbájának, a közösségi hálóra, lássuk az emberek, hogy reagálnak, és zömével pozitívan a gyűjtés és a megújulás szempontjából pozitívan álltak ehhez a dologhoz. Na most, hogy ne csak a megmutatást, az észrevételezést, úgymond a piszkálódásnak legyen mondjuk úgy, hogy eredménye, gyakorlatilag dolgokhoz is folyamodtam, épp ezért megcsináltattam az első 200 téglajegyet, természetesen Korom Imre plébános úr jóváhagyásával. A téglajegyek értékesítése elkezdődött, a munkás Szent József plébánia folytatja a gyűjtést. A mai nap folyamán ezt a, mondjuk úgy, hogy lángot, ami gyakorlatilag arra szolgálna, hogy konkrétumként megjelenjen a gyűjtés folyamatában, átadjuk Korom Imre plébánosnak, munkás Szent József plébánia egyháztanácsa és plebánosa Korom Imre fogja szervezni és lefuttatni ezt a gyűjtést. Én remélem, hogy sikerül egy olyan lángot gyújtani, amitől rövidesen a Botvára kápolna elnyeri azt a, hogy szokták mondani, méltó formáját, ami megilleti, hiszen történelmünk egy része úgy Hiripnével, Domonkossal és Ábrahámmal, úgy, ahogy a Monda mondja. Úgyhogy én felkérem magam nemibe, Gyegyosze Miklós azon lakosságát, akinek van lehetősége, hogy társuljon ehhez a kezdeményezéshez. Sok munka van a kápolnával, előbb terveket kell készítetni, majd minél hamarabb állagmegőrző munkálatokat kellene elvégezni. Újra kell vakolni a kápolna falait, a teljes tetőzetet ki kell cserélni, és a torony újrabádogozása is szükséges. Elsősorban, ugye minden munkához, ahhoz, hogy ez szakszerű és célszerű legyen, egy tervet kell készíteni. Én beszéltem a megyetanács alelnökével, Batti Tihamérrel, hiszen a műemlék védelem és a műemlék felújítás tengelyén kiírt pályázatnak ő az egyik, mondjuk úgy, hogy mentora. Viszont az egy kicsit szomorú hír az, hogy ugye ez az épület még nem műemlék, ezért műemlék védelmi támogatást nem kaphat, de dolgoznak rajta, hogy megvalósuljon valamilyen fajta hozzájárulás. Tehát a válasz az, hogy elsősorban a tervkészítésre és nagyon gyors állagmegőrzésre kell költeni. Az összeget, tehát a valós összeget azt egyelőre még nem lehet behatárolni. A csillagos ég is tud lenni, mert sok mindent lehet csinálni. De igazából arról van a szó, hogy első fázisban a tönkremenését megállítani, utána meg eredeti állapotába visszahozni. Aki támogatná a Botvára kápolna felújítását, 50 lei értékű téglajegyet vásárolhat. Nikolae Moga belügyminiszter tegnap bejelentette, hogy 6 nap után lemond tisztségéről. A Karakali ügy kapcsán elmondta, hogy minden nyomozás folytatódni fog, és mindenkinek megköszönte az együttműködést. Nikolae Moga belügyminiszter múlt szerdán tette le a hivatali esküt. Carmen Dant váltotta a belügyi tárca élén, aki szintén lemondott tisztségéről, még mielőtt Viorica Dencillo miniszterelnök menesztette volna. Kérte a roncsautó programra szánt költségvetés kiegészítését a környezetvédelmi tárca vezető. Graciela Gavrilescu szerint ugyanis a program óriási sikernek örvend, a kormánynak pedig kötelessége támogatni a hazai géppark megújulását. A kormány idén 320 millió lejt különített el a roncsautó programra. Ennek keretében az állam 6500 leértékű kedvezményt biztosít a magán és jogi személyeknek új gépkocsi vásárlásakor, amennyiben leadnak a roncstelepen egy régi járművet. Ehhez hozzáadódik további 1700 lej abban az esetben, ha hibrid autót vásárol a pályázó, illetve 1000 lejt kapnak azok, akik 98 grammosnál alacsonyabb széndioxid kibocsátású gépkocsira cserélik roncsukat. A 100%-osan elektromos meghajtású gépjárművek vásárlását idén is 10 000 euróval támogatta a kormány.
A támogatás idén is csak az új autók vásárlására kapható. A 320 millió lejes költségvetési keret, amely mintegy 35 ezer értékjegyre volt elegendő, júniusban elfogyott, de a környezetbarát autók beszerzési támogató roncsprogram plusz 15 millió lejes kerete is elfogyott, így 333 elektromos vagy hibrid gépkocsi került az utakra. A környezetvédelmi tárca vezető kérte a roncsautó program, illetve a roncsautó plusz költségvetésének a kiegészítését. Az autókereskedések képviselői szerint óriási az érdeklődés az értékjegyek iránt. A tavalyi évekhez képest az értékjegyek, amiket kiállított a környezetvédelmi minisztérium, lassabban fogytak el, de fel tudtuk használni. Nem volt az, hogy egy képviselet vagy egy márka felhalmozta és az egészet elfogyasztotta, de annak ellenére, hogy elfogyott, várjuk a bővítést, mert igénye az van rá. A környezetvédelmi tárca szerint kidolgozás alatt áll ugyanakkor egy olyan program is, amellyel az országutakra telepítenének elektromos töltőállomásokat. A roncsautó program egyébként először 2005-ben indult, azóta a program keretében több mint 300 ezer új gépjárművet vásároltak Romániában. A Richter skála szerinti 3,6-os erősségű földrengést mértek kedden 11 óra 57 perckor Vráncsa megyében. A földrengés 139 kilométeres mélységben következett be, intenzitása az epicentrum környékén 1-es fokozatú volt a Mercalli skálán. A keddi nap folyamán még két földrengést regisztráltak, az első Ilfov megye északi részében 27 kilométerre Bukaresttől, erőssége 2,3-as erősségű volt a Richter skálán, a második pedig egy 2,7-es erősségű Jalomica megyében. A napokban újabb felmérés látott napvilágot, amely ismételten rávilágít az alacsony romániai életszínvonalra. A Szociális Monitor című jelentés a globális egyenlőtlenségeket vizsgálja. A romániai lakossági kiadások 28%-a élelmiszerekre és nem szeszes italokra megy el. Ez az Európai Uniós átlag 2,5-szörösét jelenti, és nincs még egy ország az EU-ban, ahol ilyen magas lenne ez az arány. Egy üveg étolaj, 10 darab tojás, egy nagy csomag tészta, halkonzerv és már is 25 lejt elköltöttünk, de félig még üres a kosarunk. Ezek a termékek természetesen még csak nem is a legdrágábbak, és még szóba sem jöttek a glutén vagy laktózmentes termékek, amelyek jóval drágábbak a hagyományosoknál. A Szociális Monitor című infografika szerint az Unióban az ellenkező póluson Nagy-Britannia áll, ahol a kiadások alig 8%-a megy el a mindennapi létfenntartáshoz szükséges javakra. 20% feletti arány találunk még Litvániában, pontosabban 21,6%, és Észtországban 20,3%. Majd 19,2%-kal Bulgária és 18,2%-kal Magyarország következik. A felmérés számait kiegészítik az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai, amelyek szerint 2019 első negyedévében az átlagos havi bevételek háztartásonként 4542 lejre rúgtak. Ez egy főre 1752 lejt jelent. Eközben a kiadások havi 3834 lejt jelentettek, tehát a bevételek 84,4%-a el is ment. A kiadások 61,2%-a fogyasztásra megy el, 33,4% pedig adókra, beruházásra 0,4% jut. A fogyasztásra fordított összegek közül 33,2% élelmiszerre és nem szeszes italokra ment el, 8,1% jutott szállodákra, éttermekre vagy kávézókra, 6,9% közlekedésre, 5,6% pedig lakberendezési beruházásokra. Szeptemberig felfüggeszti tüntetés sorozatát az Erdélyi Magyar Néppárt, az ősz első naptári napján azonban Székelykeresztúr főterére invitálja mindazokat, akik tiltakozni kívánnak az állami szintre emelt magyarellenesség miatt, és megnyugtató megoldást sürgetnek az Uszvölgyi temető ügyében. Ezt követően október 1-én Marosvásárhelyen folytatódik a tüntetés sorozat. Utóbbi helyszínen az erdélyi magyar orvosképzés módszeres és előre kitervelt felszámolása ellen is felemelik a hangjukat. Kiállítást nyitottak meg, valamint könyvet mutattak be hétfőn a ProArt galériában.
A Búza meséje című festészeti kiállítást, valamint a Meselélek című könyvet ismerhették meg az érdeklődők. Kettős eseménynek adott otthont hétfőn a ProArt Galéria. Festészeti kiállítást és könyvet is bemutattak ez alkalommal. Csomortáni Gál László képzőművész tárlatát Balázs József festőművész nyitotta meg, és elismerően szólt a művész munkásságáról és alkotásairól. Úgy érzem, hogy rólunk szó, mindannyiunkról, akiket ez a föld nevelt fel, akiket ez a föld szelidített meg, úgy hívunk, hogy Székelyföld. Igen, a valóság, és hogy ez a valóság mennyire erőteljesen érződik itt, itthon, és hála Istennek születnek olyan művészek köztünk, akik ezt a valóságot meg is tudják mutatni képileg. Csomortáni Gállásznak. A rendezvényt a Misztrál együttes egyik tagjának zenéje tette hangulatosabbá. Csernik Pál Szende könyvét is bemutatták ez alkalommal, Bajna György méltatta az írást. Nem is olyan rég, egy hasonló leálka történetsort is tartalmazó könyvecskét volt szerencsém bemutatni, Gyergyói faluban. Annak szerző és elcsángált, hasonlóan szép emlékek tartják benne a lángot az édes szülőföld iránt. Szende emellett megpróbál a székely szakasztálat egy-egy morzsájával is hitelesebb lenni. A szó megszokott értelmében mesei nem mese, csak a lelkük az, ahol ellentétben a mai gyilkolós izgalomkeltés helyett még csak boszorkák sem jelennek meg, sőt, az öregek is az egy egész élettisztesség adagjának köszönhetően megszépülnek. A könyv szerzője egy versét is felolvasta a közönségnek. Lépteid nyomában virágok nyíljanak. Ó, ha tudnád, mi élő a valós, mi csoda a természetben növelő, mi tiszta forrásból iszik a szomjazó, s virágot fakaszt léptei nyomán az ébredős. A kiállítás megtekinthető a ProArt Galéria földszinti termében. Nézzük még egyszer röviden, melyek voltak a nap fontosabb hírei. Létrejöhet az Erdélyi Nemzeti Kerekasztal. Több párt és szervezet jelezte már, hogy részt vesz a munkálatokban. Téglajegyek segítségével gyűjtenek adományokat a Botvára kápolna felújítására. A Búza meséje című kiállítást nyitották meg, valamint a Meselélek című könyvet mutatták be. Eddig a hírek, fit percek következnek, majd a székely konyhát láthatják itt a Gyergyó TV-n. Viszontlátásra!